Annak ellenére a lehető legkomolyabban vette ezt a meccset, a negyeddöntő első felvonását, a KSC Szekszárd, hogy az elmúlt két évben hazai és nemzetközi porondon az eddig lejátszott hét mérkőzést akár itt, akár ott mind megnyerte a Győr ellen. És a következőt a szerda estét is. Végigvezetve magabiztosan 22 ponttal 70-48-ra, miközben látványos szellemes támadó játékkal rukkolt ki Gyoki Zsejkó csapata. Becsületére várhat egyébként a győrieknek az a parketta felszántó kemény vonalas, olykor a durvaságba is áteső kosárlabda, amit ezen az estén bemutattak. De mindez kevés volt, például az is, hogy Erika McColt 3 ponton tudták tartani Gray vezérletével. Nem jelentett semmit, mert hogy Bishop közelről távolról mérnöki precizitással dobott, remek asszisztokat is adott, miközben Studer és Dojkic vezérletével a legszebb napjaira emlékeztetően szárnyalt a hazai csapat. Köszönhetően annak is, hogy szinte mindenki hozzátett valamit ezen a meccsen a sikerhez, a kispadról több-kevesebb rendszerességgel pályára lépők közül Bálint Rékát, Gereben Líviát, Mansaré Mantic, Studer Zsuzsát, Vince Nicolettet és persze a csapatkapitány Teodorán Alexandrát kell ebből a szempontból említeni. Nem volt az, hogy a mindenkinek kellett, mondjuk tehát az EB-knek kellett volna 40 percig folyton játszani, úgyhogy ez a következő mérkőzésre tekintette, ez nagyon fontos lesz, hogy tudtunk azért most is tehát cserékkel is játszani, és nagyon jól helytált mindenki. Ma nyertünk, mert jó védekeztünk, jó támadtunk, minden csináltunk, hogy terveztünk, de ez sajnos csak 1-0. Azt jelenti, kell készülni, hogy kívják pár nap alatt következő pár harc. A Győr még nem mondott le arról, hogy vasárnap egyenlítsen és visszatérjen Szekszárdba. Nagyon szeretnénk még visszajönni, még egy meccset játszani. Ha itt kikapunk, legalább megpróbáltunk mindent.